Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács április 28-ai hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején a Mohácsi Polgármesteri Hivatal közleményét olvasom fel önöknek. Felhívás kerékpárral közlekedők figyelmébe. A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja önöket, hogy az 56-os országút mellett húzódó, valamint az ipartelepi kerékpárúton, vagyis a Vágóhíd felé tartó bicikli úton garanciális javítás miatt részleges és szakaszos lezárások lesznek ezen a héten. Kérjük, a jelzett időben nagyobb körültekintéssel közlekedjenek arra felé. Türelmüket és megértésüket előre is köszönik. Kedves nézőink, most pedig következzen rövid képes ajánlónk. Nyitásra várva, hogyan tovább kultúra, hogyan tovább idegenforgalom. Mesél a múlt, mesél a jelen, német tanösvény létesül városunkban. Pókfoci helyett pókos foci, új edzésforma az ifjú labdarúgóknál. Húsvét 4. vasárnapján a bőséges termésért és új papi hivatásokért is imádkoztak a hívek. Bár az időszakos rendezvényszünet még tart, a kulturális és idegenforgalmi feladatokat ellátó programiroda Mohács már készen áll a nyitásra. A turizmus élénkítésére vonatkozó elképzelések vázolásán túl azt is megtudhatjuk Fazekas Orsolyától, hogyha a járványhelyzet engedi, milyen programok várják a nagyközönséget az év hátra levő részében. Egy éve, hogy megalakult a programiroda Mohács, pontosan milyen feladatokkal is, milyen munkatársi körrel látják el ezeket a feladatokat? A programiroda 2020. április 1-ével alakult meg, egy 4 fős kis csapatról beszélünk. Ennek a csapatnak az a célja, hogy összefogja Mohács kulturális és turisztikai célpontjait, a rendezvényeit, a minden olyat, ami ezzel a két témakörrel kapcsolatos. Tehát megteremtsük a feltételeit annak, a szolgáltatások minőségét tekintve, hogy ide az emberek szívesen jöjjenek, szívesen vegyenek részt egy kulturális rendezvényen, és szívesen látogassanak el más városokból, más, akár más országokból, más régiókból, és ismerjék meg Mohácsnak azt a rendkívül gazdag, sokszínű értékét, ami itt található. A maga a programiroda, mint említettem, 4 fővel működik. Ebből van egy kollégám, aki a folytonosságot, a hagyományt képviseli, tulajdonképpen ő az önkormányzattól jött át, Vikár Csaba, aki több évtizede foglalkozik a népműveléssel, foglalkozik a hagyományápolással, a kulturális rendezvények szervezésével. Rajta kívül pedig 2 fiatal kollégám van, Tábori Laura és Vég Bence. Ők mind a ketten mondhatni majdnem, hogy pályakezdők, de mind a kettőnek megvan a szakterülete, és megvannak azok a területek, amelyekben ők kiválóak, amelyekben a lelkesedésüket, a fiatalságukat bele tudják adni a csapat munkába, és úgy gondolom, hogy így kiegészítjük egymást. Én magam pedig hát a szintén több évtizedes tapasztalattal jöttem ide Mohácsra, és ezt a tapasztalatot szeretném megosztani az itt élőkkel. Egy cseppet sem voltak könnyű helyzetben, és most sincsenek, hiszen nem sokkal a megalakulás után kitört a világjárvány, ami ez elég komoly békű a világnak, a rendezvényszervezőknek, mindenkinek. Ha a járvány végre mérséklődik, és az élet lassan visszatérhet a régi kerékvágásba, a nyitásra vonatkozóan milyen ötletek, milyen tervek vannak a tarsolyban? Hát az egyik az, hogy folyamatosan nézzük a rendelkezéseket, mert szeretnénk már látni azt, hogy feloldják, és hogy tényleg biztonságban megtarthatjuk a rendezvényeinket. Ebből indulunk ki. Ez a napi feladat, hogy nézzük állandóan, hogy mikor kapunk olyan feloldó intézkedési tervet, ami alapján elindulhatunk a konkrét munkával. De azért nem tétlenkedtünk az elmúlt egy évben sem, hiszen, mint említettem, a szolgáltatások minőségének az emelésével szeretnénk elsősorban hozzájárulni Mohács idegenforgalmához és kulturális életéhez. Például az volt az egyik tevékenységünk, hogy információs táblákat helyezünk ki a városban. Ezek most készültek el, 1 vagy 2 héten belül ki lesznek helyezve, amik már újult tartalommal fognak rendelkezni, valós információkat közölnek, a mai modern technikának megfelelően QR-kóddal ellátottak lesznek, rajta van a honlapunk címe, az elérhetőségünk, hogy bárki, aki idejön, megáll a Széchenyi téren, vagy megáll a Révnél, vagy megáll a Szent Miklós malomnál, bárhol ott információhoz juthasson. Ami a konkrét tevékenységünk ezen felül, tehát abban a pillanatban, hogy indulhatunk, nyithatunk mi is, nyithatnak a turisztikai célpontjaink, abban a pillanatban elindulnak a rendezvényeink is. Nagyon bízom benne, hogy Nepomuki Szent János ünnepe lesz az első olyan, amelyet már nyitott kapukkal tarthatunk meg, ahova várhatjuk az érdeklődőket. Ígérni még nem merem megígérni, talán 1 hét múlva okosabbak leszünk, de erre készülünk.
Mohács eltökélt abban, és ezt az önkormányzat gazdaságfejlesztési programja is rögzíti, hogy élénkítse a turizmust, az idegenforgalmat. Ennek szellemében idén elsősorban mik lesznek a város turisztikai attrakciói, illetve milyen programok, rendezvények lesznek azok, amelyekkel az érdeklődő közönséget, turistákat igyekeznek ide csábítani. Ezt két pillérre bontanám. Az egyik az, hogy a turisztikai attrakciók, itt helyben öt nagyot emelnék ki. Az első a Révnél lévő a Mohács 1 hajó, amiről beszélnék. Ugye itt a Duna a páratlan szépségével, azzal, hogy itt van a Dunának a felezőpontja, az 1444. méter. Ez egy ilyen kiemelt célpontként tekinthető, de maga a Mohács 1 katamarán kirándulóhajó az ország egyik leggyorsabb kirándulóhajója, amely új, amely rendkívül modern, korszerű technikával felszerelt, bent is wifivel, hangosítással, büfésarokkal ellátott, mozgássérült WC-vel ellátott kirándulóhajóról beszélünk. Ez egy önmagában már egy élményt adó. Úgy gondolom, hogyha valaki úgy megy el egy órára, hogy nem is adunk hozzá semmi plusz szolgáltatást, már akkor is töltekezhet, és feltöltődve jöhet. Aztán ott van mellette nem sokkal a Kanizsai Dorottya Múzeum, amely a délszláv népeknek a hagyományvilágát, azoknak az értékeit mutatja be. Kicsit arrébb megyünk, ott van a Busó udvar, amely az év minden napján be tudja mutatni a busójárást, azt a nagy hagyományvilágot, azt a hatalmas népszokást, amely itt Mohácson az ászlós hajó, úgy gondolom, és amely az UNESCO világörökség részét képezi. Szintén akkor már még tovább kell mennünk, a Nemzeti Emlékhely. Ami a múltat mutatja be, ami előtt fejet kell hajtanunk. Az 1526-os csata, melynek nem sokára az 500. évfordulójára készülünk. Ez is egy olyan kiemelt hely, mely az alapokat megmutatja nekünk. Megmutatja azt, hogy mire építkezett ez a város, mire épített ez a környék, és mire építkezik a magyar történelem. Mert ez, azt hiszem, hogy mindenkinek a tudatában valahol ez az 1526, ez bevésődött. És nem szabad elfelejtenünk, hogy van egy Szent Miklós patakmalmunk és taposómalmunk, amely ugyan magánkézben van, de mégis úgy gondolom, hogy egy olyan értékes hely, egy olyan kis kincses láda, mondhatnám így, ahová el kell menni. Ott élményszerűen megismerhetjük a régi malomvilágot, megismerhetjük azt, hogy a Cselepatak partján hány malom volt, és ezek hogyan működtek, és van egy a világban egyedülálló taposó malom, amely nem olyan régen lett fölépítve, ezt ki is lehet próbálni, meg lehet ismerkedni ennek a működésével, megnézhetjük, hogy ez a gabona az hogyan is alakul át, hogyan lesz abból a pici termésből későbbiekben majd egy olyan pékáró, amit akár ott a helyben is a kebencében kisüthetünk, ami aztán az ízlelő bimbójunkat is kielégíti. Egy picit még kanyarodjunk vissza a Mohács 1 katamarára, ugyanek nemrég parti szemléje volt, műszaki vizsgálatok, egyebek. Az érdeklődő közönség mikor lépett ennek a gyönyörű hajónak a fedélzetére, illetve kérdés az is, hogy milyen szervezett programokat kínál, és milyen alkalommal lehet mondjuk kibéreli, kikölcsönözni. A Mohács 1 katamarán májustól áll szolgálatba, ide került már a helyére, úgymond visszakerült a téli álom után két héttel ezelőtt, most a jövő hét végén kerül majd szolgálatba, és innentől kezdve megindulhatnak a rendszeres járatok, vannak menetrend szerinti járatai hétvégeken, vasárnap délutánonként indulnak ezek a menetrend szerinti járatok, de bármikor kibérelhető, magánszemélyek, cégek részére, itt lehet csapatépítő programot tartani, lehet esküvőt tartani, lehet egy fotózásra kibérelni, lehet ballagási ebédet tartani, kegyeleti búcsúztatót lehet rajta tartani, minikonferenciát, 52 fő befogadására képes ez a hajó, ennyi, amennyit el tud vinni, ezen felül csak abban az esetben növelhetjük a létszámot, hogyha 10 évnél kisebb gyermekek utaznak szülőkkel. Akkor némileg növelhető, de egyébként az 52 fő ez egy szigorúan szabályozott létszám. Tehát bármire nyitott a hajó, amire valakinek megtetszik, amire úgy gondolja, hogy nekem ez most alkalmas lenne, és én nem szeretnék nagyobb rendezvényt, mint ez az 52 fő. Új kulturális és idegenforgalmi szintérrel is bővül idén a város. Az interjú helyszínválasztása nem véletlen. Itt állunk a leendő Selyemgyár kulturális negyed udvarán, amely nyilván modern köntösben, de azért az értékekre, főleg az építészeti értékekre figyelve és koncentrálva igyekszik nagyon sok mindent kínálni az érkezőknek. Nyáron lesz majd ennek az átadása. Nagyon sok mindent még ne áruljunk el, de talán meg lehet említeni, hogy főleg mivel igyekeznek ide csábítani majd az embereket, és mely korosztály képviselőit. Azt hiszem, hogy nagyon titkolni nem tudjuk már, hiszen itt magasodik előttünk, és ahogyan ön is kiemelte, a
Nagyon fontos az, hogy itt az archaikus, a régi elemeket megtartva, de mégis egy modern köntösben lévő épülettel találkozunk, ami kívülről talán nem is mutatkozik meg annyira, mint ahogyan belülről. Itt van egy az úgynevezett gubóház épülete, mely majd szolgál, játszóházó szolgál zeneiskolai oktatás céljára. Ott van mögöttem ez a hatalmas épület, a Selyemgyár épülete, ami viszont rendezvényközpontként. Tehát a nevében is benne van, hogy Selyemgyár kulturális negyed. Ez egy olyan szintér szeretne lenni, ahová jöhetünk esküvőre, tarthatunk egy 400 fős lakodalmat, de ugyanakkor konferenciát szervezhetünk, kiállításokat szervezhetünk, gyermekprogramokat szervezhetünk ide. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon méltó és egy gyönyörű helyszíne Mohácsnak, amivel kiegészül az eddigi meglévő sok-sok kulturális szintér. Induljunk ki abból, hogy nyáron visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. Az önök rendezvény naptárában milyen programokat találunk mondjuk évvégig bezárólag? Jó részt a programnaptárunkban a hagyományos nagy rendezvények találhatóak meg, tehát mi most nagyon nagy újdonságokkal nem szeretnénk előrukkolni, inkább azt mondanám, hogy egy picit talán ráncfelvárás, vagy nem is tudom, hogyan illessem milyen szóval, de egy picit talán megújítunk egy-egy rendezvényt. Tehát ugyanúgy meg lesz a Nepomuki Szent János ünnepe, amennyiben a rendelkezések engedi. Utána meg lesz a Tambura Fesztivál, aztán meg lesz a Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Halászlé Fesztivál, a Sokacok által szervezett Sokac Babfőző Fesztivál, a augusztus közepén a Nemzetközi Néptánc Fesztivált szeretnénk megrendezni, illetve az augusztus 20-i Szent István király államalapítónak az ünnepét, és szeptemberben meg szeretnénk rendezni, ami szintén hagyományos nagy rendezvénynek számít, a Szüreti Fesztivált. Ezek azok a nagy alappillérek, amelyek mindig is megvoltak, és mi is folytatni kívánjuk. Ezen kívül van egy-két olyan apróbb, ami például a kézműves vásár, amelyet tavaly vezettünk be, sikeresen ott volt is egy 5 alkalmunk, amikor meg is tudtuk tartani még a rendelkezéseknek megfelelően. Ezt is továbbra is tartanánk. Lesz egy-két új sportrendezvény, ezt nem árulnám még el, mert ez még szervezés alatt van, de olyan nagy horderejű, és úgy gondolom, hogy sok érdeklődőre számot tartó sportrendezvényt tervezünk. Ezen kívül a Szellemi Kulturális Örökség napját szeretnénk méltóképpen megünnepelni szeptemberben. Egy nagyobb adventi vásárt tervezünk. Úgyhogy nagyjából ezek, amikkel kiegészül ez a sor, ami eddig is ismert volt, de úgy gondolom, hogy olyan gyökereiben új rendezvényt most a jelen helyzetben, ebben a járványügyi helyzetben, amikor minden bizonytalan, nem vállalunk fel. Több mindenről is szó esett itt az interjú során. Ha valaki a programokkal, rendezvényekkel kapcsolatban friss, hiteles, aktuális információkra kíváncsi, hova fordulhat, hol érdeklődhet? Egyrészt van a mohács.hu oldalunk, másrészt pedig a közösségi média felületeken tesszük közé folyamatosan napról napra a híreinket. Bárki rácsatlakozik a programiroda Mohács oldalaira, akkor ott megtalálhatja a hiteles és friss információkat. Egyre több magyarországi német lakta település vállalja fel a helyi értékek, különlegességek bemutatását. E sorba hamarosan Mohács is belép, hogy külön tanösvényen tárja az érdeklődők elé az itteni németség egyedi vonásokat is őrző kultúrkincsét. E turisztikai attrakció létrehozásáról Hánerné Fét Gabriellával, a Mohácsi Német Önkormányzat elnökével beszélgettünk. Tovább gazdagodik Mohács egyébként is színes nemzetiség élete azzal, hogy hamarosan német tanösvény létesül városunkban. Milyen, mikor és hogyan született erről döntés? Annyit már tudunk, hogy pályázati úton lehetett elnyerni a kialakítás lehetőségét. Igen, 2012 óta van lehetőség arra, hogy Magyarországon német nemzetiségi tanösvények létesüljenek a német belügyminisztérium támogatásával, és természetesen az adott önkormányzat jelentős önrészével valósulhatnak meg német nemzetiségi tanösvények. Az északi régiókban, Észak-Magyarországon, ahol szintén nagyon nagy számú német település van, 4 tanösvény van, Pilisszent Ivánon, Csolnokon, Tarjánban és a Bakonyban, Bándon. Itt Dél-Magyarországon pedig 4 településen, Baranyában, tehát Sombereken alakult az első ilyen nemzetiségi tanösvény, Fekeden, Mecsek-Nádasdon van tanösvény, illetve Bátaszéken és Baján is egy-egy tanösvény. A tavalyi évben Baján a Német Nemzetiségi Gimnázium udvarában egy ilyen országos tanösvény is létesült. Az idei évben pedig Mohácson létesülhet nemzetiségi tanösvény, illetve Pécsváradon és Dunabogdányban. A kultúra, illetve a nemzetiségi
kultúra iránt érdeklők mennyire fedezik fel ezeket, mennyire népszerűek a turisták közében az ilyen tanösvények? Nagyon bízunk benne, hogy népszerűek lesznek, hiszen ezek a közterületen megtalálható táblák, amelyeken a helyi németségre jellemző információkat lehet olvasni, illetve mi minden állomáson egy-egy interaktív elemet is terveztünk, amely kicsit motiválja, megállásra készteti az érkezőket, és hogy aktívabban részt vegyenek tényleg, és olvassák az információkat, illetve tudjuk azt is, hogy ha az ember valamit tesz, tevékeny, akkor sokkal jobban megragadnak ezek az információk. Tehát minden egyes táblához valamiféle puzzle, interaktív elem párosulhat. Egyelőre csak gondolatban, de akkor kanyarodjunk rá erre a tanösvényre, amit lesz Mohácson. Honnan indul majd ki, hol ér véget az útja, milyen állomásai lesznek, milyen érdekességeket, látnivalókat kínál? Ezeknek a tanösvényeknek a lényege az, hogy a magyarországi németségre jellemző egy-egy tulajdonságot, a történelmének az elemeit, jellemzőt mutasson be, méghozzá pontosan úgy, vagyis azt kiemelve, ami a helyi adottságokat tükrözi, tehát a helyi településre jellemző. Ezt szeretnénk mi is követni, 7 állomáson tervezünk egy-egy ilyen német nemzetiségi, tehát sváb jellemvonást bemutatni. Természetesen a Mohácson vagyunk, akkor nem tekinthetünk el a Dunától, hiszen a Duna nem csak Mohács lakosaira volt nagy hatással, hanem a németségre is. Tehát a Dunán, a Duna mellett tervezünk állomásokat, azért is, mert a Selyemgyári Központban az új Turinform iroda közelébe tervezzük az első állomást, hiszen egy plusz lehetőség itt a minden egyes állomáshoz egy-egy kis füzetecske kapható, és itt még plusz információk is megtudhatók az adott állomáshoz, az adott ismerethez. Ha tartalmilag megnézzük, akkor 7 állomáson mutatjuk be az ide település különféle állomásait, az itteni jellemvonásokat, tehát a munkás, a kézműveseknek a jellegzetességeit, és természetesen a Mohácsról beszélünk, akkor a sok nemzetiség sem is mindenképpen említésre méltó, tehát nem csak Magyarországon, de Mohácson is nagyon sok nemzetiség él, és a németekre való hatását szeretnénk bemutatni. Ugye hol lesz a kiinduló pont, és hol lesz a végpontja ennek a tanösvénynek? Az első állomás az a betelepüléssel, a Mohácson való letelepüléssel foglalkozik. Azt hiszem, az talán köztudott már, hogy 18. században nagy számmal érkeztek Magyarországra a német telepesek, és ha már Mohácson vagyunk, akkor ennek talán a kiinduló pontja is tekinthető a mohácsi csatának, hiszen a mohácsi csata vesztés és a utána kialakuló 150 éves oszmán-török birodalom után fennmaradt állapotok, tehát az az elnéptelenedett falvak többsége, sokasága, illetve a meg nem művelt területek késztették arra a környékünkön lévő birtokosokat, hogy ide új munkaerőt, új telepeseket hívjanak, és így került sor arra is, hogy az itteni birtokosok, tehát a pécsi püspökség is Mohácsra német telepeseket hívott. 1760-as években érkeztek az első nagyszámú telepes csoportok. Ennek nyomait nagyon jól megtalálhatjuk az anyakönyvi kivonatokban, a múzeumokban és a levéltárakban őrzött anyakönyvi kivonatokban. Például az 1769-70-71-es anyakönyvekben van olyan dupla oldal az anyakönyvben, ez körülbelül 4-5 hónapnak a halotti anyakönyveit tartalmazza, ahol 9-10 olyan bejegyzés is található, hogy az elhunyt ex-Germania, ex-Gallia Würzburgból érkezett, tehát itt láthatjuk a telepesek nyomait, illetve sajnos azt is tudjuk, hogy az ide való utazás az egy eléggé veszélyes tevékenység volt akkoriban, hiszen olyan bejegyzések is vannak, hogy meghaltak a hajón. A mi pályázatunkban egyébként ez a jellegzetesség is még tovább szűkül, hiszen a pályázatunk mottója az egy 3-as tagolásra utal, tehát Volksgruppe, Gemeinschaft, Mensch, vagyis népcsoport, közösség és ember. Ez a 3-asság vonul végig minden állomáson. Tehát a magyarországi németekre jellemző tulajdonságnak a megvalósulását szeretnénk itt Mohácson bemutatni, és minden állomásunk középpontjába egy embert helyeztünk, aki a sorsával, tevékenységével megtestesíti ezt a jellemvonást. Itt például az első állomásunk a betelepülés figurája, központi figurája, központi, tehát az ember, aki a középpontban áll, az a család, akinek a 3 éves kisgyermeke a bejegyzések szerint meghalt ezen a hajón, amikor ide települtek Németországból. Az ugye köztudott, hogy, vagy talán köztudott, hogy az Ulme Schachtel nevű hajókon érkeztek ide
a Duna mellé a svábok, és akkor azt gondolom, hogy szintén jó helyen vagyunk Mohácson, hiszen Mohács is a Duna mellett fekszik. Egy újabb állomást tervezünk még mindig a Duna mellett, mert a hajómolnárok, tehát a hajómalmok üzemeltetőinek is jelentős része német származású volt. Azt is talán tudni lehet, vagy jó tudni, hogy az 1800-as évek végén még 27 hajómalom működött Mohácsnál, és az egyik utolsó hajómolnár, aki a háborúban elpusztult malmát mégiscsak újra felújította, újra üzembe állította, és ezért egészen 1952-ig üzemeltette, az Hergenröder János, szintén egy szekcsői német származású hajómolnár, tehát ő áll a következő állomásunk középpontjában. Még mindig a Dunánál vagyunk, vagyis közelítünk helyileg talán, de tartalmilag a Dunához csatlakozik a halászat. Ha már Dunamenti Halfesztivál, akkor a halászatot is szeretnénk bemutatni. A nagy halászok többsége is német származású volt itt Mohácsnál, tehát a nagy halászok azok, akik 6-8-an közösen vetették ki a hálóikat és közösen foglalkoztak ezzel. Természetesen a háttérben mindig ott van egy plusz információ is, tehát itt például a céhekről, a mesterlegényeknek az életét szeretnénk bemutatni, hogy milyen volt, hogyan kaphatott valaki mesterlevelet. Szintén a múzeumban őrzött mesterlevelek és bizonyítványok alapján nagyon jól megállapítható, hogy nagyon sok neves német származású halász család volt itt a városban, Kistner, Filner és az Éman család, aki ezen állomásunknak a középpontjában áll, Éman Antal és felmenői tehát több mint egy évszázadon keresztül rengeteg halász legényt és halászmestert adott a városnak. És akkor, ahogy vonulunk be a helyileg is a város központja felé, a Széchenyi téren a sok nemzetiségnek szeretnénk emléket állítani, hiszen Martinelli Jenő szobra 1932 óta már nagyon jól szimbolizálja a nemzetiségek egymás mellett élését. Úgy, ahogy Magyarországon is 13 nemzetiség él, ugye a városunkban is több nemzetiség évszázadok óta. Itt szeretnénk bemutatni a nemzetiségek számának alakulását, illetve a központi alak, itt pedig az a lány, az a fiatal lány, aki ennek a Martinelli szobornak modellt állt a 30-as években. Őt is sikerült, de vagyis hát legalábbis a nyomait megtalálni, hogy ki ő. De például itt ugye ez egy nagynyarádi család, aki a Schrempfből Sikraira magyarosította a nevét. Tehát itt egy kicsit kitérnénk arra is, hogy nagyon sokan Mohácson magyarosították a nevüket. Ugye az asszimiláció, a polgárosodás mindenképpen hatása volt erre is. Éppen például Johannes Endel születési anyakönyvi kivonatát találtam meg Mohács anyakönyvekben, aki mint Ete János írta be a nevét Mohács történetébe, tehát nagyon sokan olyan is német származásokat, olyanok is, akikről talán nem is tudjuk. Amikor a mohácsi németségről beszélünk, akkor azt hiszem Gász Miska bácsi neve is nagyon népszerű itt, akik 30 fölöttiek, és valamilyen kapcsolatuk volt valaha zenével, közülük nagyon sokan tanultak nála zenélni, és a harmonika oktatás azért napjainkban egy új reneszánszát éli, azt hiszem, úgyhogy őnek is szeretnénk emléket állítani valahol a Deák tér környékén, hiszen a Táncsics Mihály utcában lakott, tehát ott szeretnénk a 60-as években, 50-60-as években alakuló német zenekarok, lakodalmi zenekarok, illetve főleg Gász Miska bácsi hosszú évtizedes harmonika vagy zeneoktató pályafutását a központba állítani. És akkor ez a tanösvények körülbelül 900 métert foglalnak, vagy hát ölelnek át. Ezeknek az utolsó két állomása az a jelen helyszín, ahol vagyunk is. Azt is lehet tudni, hogy akkoriban az 1770-es években Mohácsra érkező svábok Klimó György pécsi püspök hívására érkeztek, és ugye a püspökség szerette volna a saját zsellére itt maga környékére telepíteni, ezért ide a Szepesi tér közelébe telepítették a házakat, vagy hát a beérkezőket, hiszen itt voltak már a püspöki kastély, mai gimnázium, illetve a püspök templomnak nevezett Szent Kereszt templom közelébe, és ez akkoriban nem is tartozott a városhoz még egyébként, a térképeken Alt Mohácsként szerepel, mert ez a mai Kossuth-Lajos utca egy nagyon fontos postaút volt, amely Bécset, Budát, illetve Belgrádot összekötötte.
Éppen ennek következtében az ide érkező alapvetően zsellérek, tehát földművesek nem is sokáig foglalkoztak földműveléssel, hanem inkább kihasználták ezt a forgalmat, amit ezen a postaúton működött, és inkább gabonakereskedelemre, borkereskedelemre tértek át. Azon kívül öt neves vendéglőről, vendégfogadóról tudunk, amelyek itt működtek. Úgyhogy ennek is szeretnénk egy állomást szentelni itt a Szentkereszt templom közelében, meg ott van az az iskola is, amely alapvetően a német nemzetiségi, tehát svábszarvazási gyerekeknek épült. Aztán sok neve, sok finanszírozója volt ennek az iskolának is, de az egyik neves, ha nem is az első, de az első közötti tanára és igazgatója Böhm Ignác volt, aki a következő állomásunk középpontjában áll, és szeretnénk itt az egykori Kosztolyos utca, ugye az egykori Deutsche Gasse lakóit bemutatni. Utolsó állomásunk pedig a Német Nemzetiségi Ház előtt lesz, amely szintén ennek az utcának, a Deutsche Gasse-nak az négy évszázadon keresztüli fejlődését, átalakulását szeretné bemutatni. És még egy fontos dolgot, ez pedig a Mohácson élő svábok következő hullámát, akik betelepültek. Nagyon sokan, akik ma is Mohácson élő német nemzetiségi származásúak, a 60-as években kerültek a különböző falvakból ide Mohácsra. Én magam is nagynyarádi származású vagyok, és most úgy végig gondolom, a német önkormányzat tagjai között vannak egykori sombereki, gerezslaki, erdősmároki szülőkkel, felmenőkkel rendelkező tagok. Tehát az 50-es, 60-as években a környékbeli falvakban a mezőgazdaság már nem tudott munkát adni sokaknak, tehát ugye megalakultak a nagy termelőszövetkezetek, gépesítés figyelhető meg, és ezért nagyon sokan beköltöztek a városba. Akkor fejlődött, akkor alakult a faroslemezgyárnak az új üzemcsarnoka, a székgyár is, és itt pedig munkát tudtak biztosítani. Ezért a Deutsche Gasse, vagyis hát a Kossuth-Lajos utca megnyitásával a Pécsi úttól Liszt-Ferenc utcáig kb. 300 telket nyitottak, és oda nagy többségében a környékbeli falvakból érkező sváb nemzetiségű családok építkeztek. Ugye akkor le is bontották a kaszinót, meg egy-két épületet a Liszt-Ferenc utca bejáratánál. És ez az akkoriban Kis-Berlinnek nevezett település rész azért még ma is hordozza ennek nyomait, tehát mindenképpen ezre is szeretnénk a figyelmet felhívni, illetve a Német Nemzetiségi Ház ma Schneider Lajos egykori, a Schneider családnak egykori lakóháza, ahol évtizedeken keresztül Schneider Lajos is élt, ugye a neves mohácsi népdalgyűjtő, tehát őnek is, ő az ő személyiségének és tevékenységének is szeretnénk néhány sort, vagy hát ezen az állomáson információt adni erről. Magának a tanösvénynek a gyakorlati kialakítása, létrehozása, az mikor lesz, ezek a tájékoztató táblák, információs anyagok mikor kerülnek a helyükre, és fontos kérdés az is, hogy vajon kétnyelvű lesz-e, mert németül ugyan sokan beszélnek, de nyilván nem mindenki. Természetesen kétnyelvűek lesznek a táblák, egyik oldalukon magyar, másik oldalon német nyelvűek, hiszen a célcsoportunk is elsősorban a német nemzetiségűek, de azért a városba érkező németül esetleg nem tudó turistáknak is szánjuk ezeket a tanösvényeket. Kicsit az is volt a koncepciónk, hogy a mohácsiakról, tehát a mohácsi svábokról, mohácsi svábok bevonásával és a mohácsi sváboknak, meg az egyéb lakosoknak szánt információs táblákról van szó. Aztán miután Mohácson elég nagy a turizmus, ugye mindenképpen szerettük volna, hogyha a Dunától kezdve a város központban is megjelennek ezek a táblák, hiszen fontos célcsoportunk a városba érő turisták is. És ha már azt mondtam, hogy a mohácsiak segítségével, mohácsiakkal alakulnak ki ezek a tanösvények, mindenképpen meg kell említenem, hogy nagyon sokan segítettek, nem csak a Mohácson élő svábok elmondásaira támaszkodtunk, hanem a múzeum jelenleg igazgatónője, vagy dr. Ferkov Jakab nyugalmazott igazgató, és olyan lelkes lokálpatrióták is, mint például Móródt Sándor, akinek nagyon gazdag anyaga van, és nagyon sok mindenben segített nekünk. A megvalósulás az a nyár folyamán történik, tehát ősszel lesz ezeknek a tanösvényállomásoknak az átadása, úgyhogy reméljük, hogy novemberben már tényleg egy új színfolttal gazdagodhat Mohács.
A mohácsi németségnek melyek a főbbi jellegzetességei? Szó volt arról, hogy az egyedit, a csakit jellemzőt igyekeznek megmutatni. Mi az, ami a mohácsi svábságot az ország vagy Baranya más részein élő németektől markánsan megkülönbözteti? Igen, hát Mohács sok mindenről híres, többek között arról is, hogy itt több nemzetiség él egymás mellett. Nyilvánvaló, hogy azt tudjuk, hogy Mohács sosem volt egy sváb település, de azért a svábok német származásúak jelenléte, tevékenysége nagyban rányomta bélyegét a városra. Azt hiszem, hogy ezek ilyen szunnyadó, tudott információk is voltak, egy kicsit le kellett porolni ezeket, és egy csokorba, vagy hogy szemlétesen egy láncra, egy tanösvényre kellett fűzni ezeket az információkat. Nyilvánvaló, hogy a városiasodás, a polgárosodás az asszimilációt is segítette, és az a tény, hogy itt nagyon sokan a környékbeli településekről érkeztek, egyfajta szintézisét mutatja a környékbeli sváb jellemvonásoknak is, tehát nem alakulhatott ki ugyan német viselet vagy német nyelvjárás itt Mohácson, de szintézisét képezi azoknak a falvaknak, amelyek itt a környéken találhatók. A jellemvonásokat azt hiszem talán már itt, ahogy a tanösvény állomásairól beszéltem, talán már rá is mutathattam ezekre, tehát mindenképpen a postaútnak a jelenléte, a püspökségnek a jelenléte és az itteni tevékenység befolyásolja a német jellemvonásokat, illetve a nemzetiségek együttélése. Aztán nyilvánvaló, hogy a Duna. Ugye a Duna, a hajómalmok, illetve a Duna mentének a tevékenysége, tehát a halászat is egy olyan jellemvonás, amely a környékbeli településekre nem jellemző. Tehát azért a környékbeli, főleg a baranyai, de az északi falvakban is a mezőgazdaság állt a tevékenységük központjában. Az északi településeken még a bányászat, ugye a Pilisben például az nagyon nagy, nagyon jellemző az ottani svábokra, de ez a kézművesség, a Dunának a jelenléte szintén a mohácsi németeket is meghatározta. Az előbb már említést nyert a német nemzetiségi ház, amit van nem messze, aki arra jár, azt láthatja, hogy munkagépek jönnek, mennek, mesteremberek adják egymásnak a kilincset. Milyen munkák zajlanak itt? Felújítás, bővítés vagy valami más? Igen, hát az elmúlt egy évnek a nyugalma, ugye ez a nyugalom a járványügyi előírások következtében segítette azt a munkát, hogy ott a házban felújításokat végezhessünk. Ez is egy több év óta tervezett és most kivitelezésre került munkálatok. Hát Schneider Lajos lakóházáról beszélünk, pontosan nem tudjuk a korát, de körülbelül 100 éves házról beszélünk, amelynek a gépészete már egyáltalán nem felelt meg a jelenkor elvárásainak, tehát inkább gépészeti átalakítások történtek, tehát teljesen új fűtésrendszer, új elektromos hálózat került kialakításra, nyilászárócsere, mosdókat felújítottuk, szigetelve lett az épület, és egy utólag most sikerült még az udvart is rendbe tennünk, vagyis ez zajlik most, talán ez látványosabb, mint a tél idején folyt belső munkálatok, tehát ez zajlik most, a térkövezés, illetve a kinti helyszíneknek a felújítása zajlik. A házban már korábban is volt egy 8 állomásból álló olyan interaktív kiállításunk, amely szintén a magyarországi németek jellegzetességeit szeretné bemutatni. Ez is a felújítása leszerelésre került, és most ezen dolgozunk, hogy tényleg úgy nyithassunk már meg, hogy a kiállítás eleme is, tehát tartalmilag is megújulhasson a ház. Legyen így, és akkor a zárókkel is legyen az, hogy a járvány még jócskán tart, legyünk optimisták, hogy nyára lecseng annyira, hogy már nagy rendezvényeket lehet tartani a közönség számára is meghirdetve. Nyilván a német önkormányzat is erre készül. Évvégig bezárólag az önök rendezvény naptárában milyen programokat találunk? Hát egyelőre még bizonytalanok vagyunk mi is a járványügyi helyzettel kapcsolatban, hiszen a tavalyi évben is a 2019-es év az én megítélésem szerint egy csúcs évnek tekinthető, tehát rengeteg program, nagyon népszerűek voltak a programjaink, tényleg akkor ünnepeltük a 25 éves fennállásunkat is, és aztán 2020 elején egy nagyon nagy sikerű svábbállal, egy gáz emlékestel, vagyis hát harmonika versennyel tudtunk nyitni és egyből zárni is, és a nyári programjaink közül is minimálisan a harmonika táborunk valósulhatott meg, meg az évben összesen 2 táncszázat tudtunk rendezni. Mi készek vagyunk arra, hogy nyissunk, tehát nyilván, hogy arra várunk, hogy erre lehetőség legyen. Nyilván egy hosszabb előkészítés előzi meg a nagy rendezvényeinket, tehát itt a Dunamenti Halfesztiválra gondolok, vagy esetleg a harmonika táborunkat is, tehát nem lehet egyik napról a másikra ezeket megrendezni, úgyhogy még bizonytalanok vagyunk, hogy mi az, ami megvalósulhat.
Rengeteg pályázatunk is beadásra került, ennek is még bizonytalan a háttere, mert hát nyilván ez is kell hozzá, de nagyon-nagyon szeretnénk egyből nyitni, mert úgy ítéljük meg, hogy nem csak a program hiányzik, az is nyilvánvaló, hogy színesedjen újra az életünk, hanem az a kis közösség, akiket az elmúlt 4-5 évben sikerült magunk köré gyűjteni, és akik egyre aktívabbak, és fiatalodik is a körülöttünk lévőknek az életkora, ami nagyon fontos, azt hiszem. Tehát ez a kis közösség is úgy érzem, hogy kihullik a kezünk közül, és hát az összetartó erő tényleg nagyon megszenvedi ezeket a nyugalmas hónapokat. Úgyhogy nagyon bízunk a nyitásban. A következő gyakorlatot bal lábbal végezzük, és most gyorsan mindenki megmutatja, hogy melyik is a bal lába. Ez az edzői utasítás is elhangzott pár napja az utánpótláskorú focisták edzésén. A mind eredményesebb labdarúgó szakosztály érezhetően szintet akar lépni, s ennek érdekében nemrég egy új, korszerű módszert is meghonosított. Az úgynevezett egyéni képzés elméletéről és gyakorlatáról az új tréner nyilatkozott kameránknak a kórházúti pályán. Április 1-e fontos dátum a patinás mohácsi torna élet 1888 életében, hiszen ettől a naptól már úgynevezett egyéni képzés keretében is foglalkoznak az utánpótláskorú futballistákkal, és nem is akárki teszi ezt, tisztelettel köszöntjük Pókos Csabát, aki elvállalta ezt a feladatot, és aki a nagyhírű Ferencvárosi Tornaklubnál az egyéni képzés felelőse, vezetője. Milyen előzményekkel került ide Mohácsra, hogyan vállalt feladatot? Már tavaly évben beszélgettünk erről az egyéni képzésről, még az akkori szakmai vezetővel, Mink Olivérrel, még akkor pozícióban volt. Volt egy bemutató edzésünk itt a klubnál, de akkor ez így megszakadt, megszűnt. Tényleg csak beszélgetés volt erről. Majd januárban történt az életemben egy olyan esemény, hogy ide költöztem Mohácsra, tehát mohácsi lakos lettem, és ekkor kerestek meg a vezetők, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen együttműködés. Akkor kezdtük el igazából a tárgyalásokat, és most ott tartunk, hogy már kezdődött is, úgyhogy jelen pillanatban itt tevékenykedek. Mik az első benyomások, ugye egy hete csinálja ezt a feladatot? Már nagyon pozitív, tehát ez a harmadik edzésünk, féltünk attól, hogy a reggeli órákban vannak az edzések, és hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a gyerekeknek, a szülőknek, hiszen ez nem megszokott, hogy reggel 4-7-kor. Nyilván ebben a sportágban nem megszokott, tehát hogy veszem az úszókat, vagy többi sportákat, akik már reggel 5-kor, 5-6-kor a medencében vannak. De nagyon-nagyon-nagyon pozitív és jók a visszajelzések. Itt is látható volt, hogy a gyerekek nagyon mennyire élvezték, frissek voltak, úgyhogy jók a benyomások. Tartalmilag pontosan mit jelent az, hogy egyéni képzés? A modern korszerű labdarúgásban ez miért fontos? Ugye ez most tényleg az akut, ez a téma, ez a felvetés. Ugye most volt megint az az 21-es EB-nk, ahol nem volt túl jó a szereplésünk, és itt megint keresjük a problémákat. És ez is az egyik olyan, hogy az egyéni fejlesztés mennyire fontos a mai labdarúgásban, igenis fontos. Ugye itt a részletekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, itt az egyénekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, főleg mi a technikai bázissal foglalkozunk, azt próbáljuk növelni, az érintésszámokat próbáljuk maximalizálni, tehát több ezerszer élnek a gyerekek itt labdához. Olyan automatizmusokat alakítunk ki, amiket a meccsen szinte úgy vesznek el, hogy észre se veszik, hiszen már tudatosult bennük ez a mozdulat. Az egyéni képzés keretében mi mindent lehet fejleszteni egy futballistán? Hát ez is egy ilyen komplex, tehát azt mondom, hogy rengeteg minden. Tehát itt az alapoktól kezdve, tehát van egy ilyen labda érzékelés, labda vezetések, cselek, fordulások, ugye átlövések, az első érintések, a fejelések. Tehát ami a futballban van, azt mindent lehet itt fejleszteni. Az egyéni képzés és a csapat edzése az, amikor a srácok, a fiatalok közösen edzenek, az hogyan épül egymásra? A két edzésforma miként viszonyul egymáshoz? Ez egy kiegészítő módszer. Tehát ugye a legfontosabb az a csapat edzés, viszont ezt be kell iktatni. Tehát ez most vagy úgy történik, hogy edzés előtt tartunk egyéni foglalkozásokat, akár 1-2-4 embernek kis csoportban, vagy pedig úgy is működik, hogy megy a csapat edzés, és a csapat edzésből kiveszünk 3-4 játékost, és a vezető edző kérésére különböző technikai elemeket tanítunk nekik. Az egyéni képzés az manapság már végig kíséri egy futballista életét, tehát egészen aktív sportoló, vagy csak gyerekkorban, ifikorban fontos az alkalmazása? Hát azért külön kell venni, tehát van egy ilyen, hogy általános egyéni képzés, az általános technikai fejlesztés, az általában itt az aranykorszakra
érvényes, tehát ez egy ilyen 6-tól 12-14 éves korig lehet általános technikai képzésről beszélni. Utána viszont jön a poszt, tehát akkor már kialakulnak a gyerekeknél, főleg 15 éves korban a posztok. Akkor már poszt-specifikus képzések vannak. Ez viszont a poszt-specifikus képzés végig kíséri a játékosokat, meg felnőtt korban is. Egy gyermekenek fiatalon nagyjából hány éves korában lehet meglátni, hogy tényleg elég jó focista lehet, akár klasszis labdarúgó is a későbbiekben? Ez nehéz kérdés, nehéz kérdés. Nyilván lehet itt is most ennél a foglalkozásnál is lehet azt látni, hogy ki az ügyesebb, inkább azt mondom. Ez egy nagyon-nagyon hosszú tanulási folyamat. Rengeteg olyan dolog történt még a gyerekek fejlődésében, ami gátolja, mondok itt egy sérülésre, amikor kamaszodik, akkor közben jöhet egy szerelem, ott is megtörhet a pályafutása egy kicsit. De hogyha ezt 10-12 éves korban azért már lehet látni, hogy ki az, aki jó nyúl a labdához, aki gyorsabb a többieknél, aki gyorsabban gondolkodik, de hosszú út vezet ahhoz, hogy valakiből focista váljon. Ha az életkori sajátosságait nézzük ezeknek az apró emberpalántáknak, akkor mi az, ami az ő esetükben előny, és mi az, ami esetleg hátrány? Az előnyök sorában ezt láttuk itt pár perccel ezelőtt, az óriási akarás, a lelkesedés nyilván az első között említendő. Igen. Tehát nagyon-nagyon lelkesek, nagyon-nagyon akarják csinálni, viszont az életkori sajátosság az, hogy ők ugye 7-8 évesek, és nem tudnak nagyon-nagyon sokáig koncentrálni. Azért is volt itt több gyakorlat, tényleg ilyen 5-6-8 percenként azért kell váltanunk, és játékossá kell tennünk, mert tényleg a figyelmük megoszlik, és nagyon nehezen tudnak figyelni, nagyon-nagyon-nagyon a labdára figyelnek még, és ez vele jár. Később, ugye, amikor már 13-14 évesek, akkor meg ugye az jön, hogy nőnek a gyerekek, és szétesik a mozgásuk, nem lesznek koordináltak, darabossá válik a mozgásuk, akkor újra össze kell raknunk őket. A jó futballista ismérvei tulajdonsága, hogy a labdarúgás több mint 100 éves történetében koronként változtak. Manapság 2021-ben, egy modern korban milyen erényekkel kell rendelkezni egy focistának? Ha egy topjátékost nézek, akkor azt mondom, hogy megpróbálom így összefoglalni, hogy nagyon nagy intenzitás mellett képes egy ilyen játékos nagyon gyorsan jó és pontos döntéseket hozni, és ezt úgy teszi meg, hogy tökéletes technikai tudás mellett vitelezi ki. Tehát ebben azért szerintem benne van minden, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy valaki gyors legyen, nyomás alatt tudja ezeket a döntéseket úgy meghozni, hogy tökéletes technikai tudással rendelkezzen, és azért nagyon-nagyon fontos egy olyan mentális bázis, ami ezt elősegíti. Mennyire létesítményfüggő, hogy az egyéni képzés mennyire tud tartalmas és eredményes lenni? Ez nyilván nem kritika az MTF felé, hiszen aki figyeli az egyesületet, azt láthatja, hogy rengeteget fejleszt. Itt az utóbbi években itt vagyunk a kórházúti pályán, ami tényleg gyönyörűen újult meg, és minden ilyen igényt kielégít. Viszont nyilván a nagyságrendeket több pénzbe gazdálkodó Ferencvárosnál azért mások a lehetőségek. Igen, nem szabad a két klubot összehasonlítani. Ugye Ferencváros az a Magyarország legnépszerűbb egyesülete, klubja. Nagyon-nagyon örülök, hogy ott dolgozhatok. Nagyon nagy élmény, és minden percét élvezem. Viszont régen voltam itt, és tényleg azt mondtam, hogy minden adott ahhoz, hogy itt a gyerekek fejlődjenek. Tehát ez egy olyan kis vidéki bázis lehet, ahonnan remélhetőleg kijönnek a tehetségek. Legyen így, hajrá Mohács, és köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! A katolikus egyházban minden évben húsvét negyedik vasárnapján, Jópásztor vasárnapján tartják a papi hivatások világnapját. Ekkor a Szentmisében világszerte papjaikért és új papi hivatásokért is imádkoznak a hívek. Húsvét negyedik vasárnapja idén április 25-ére esett, amely egyben Szent Márk ünnepe is. E napon szentelik meg a búzát, illetve kérik az áldást a bőséges termésért. Húsvét negyedik vasárnapja van, jó pásztor vasárnapja, a hivatások világnapja. És már ilyenkor Szent Márk ünnepén, ma ugye a vasárnap ezt felülírja, de Márk neve napja van, ilyenkor szoktuk megáldani a búzát. Természetesen nem erre a levágott búzára kérjük az Isten áldását, hanem mindarra a termésre, amit mi próbálunk a magunk erejéből megtermelni, dolgozni, és kérjük rá az Isten áldását, hogy legyen bőséges termésünk.
Hazánkban, így a Pécsi egyházmegyében is súlyos gondot jelent a hivatalban lévő papok növekvő átlagéletkora és az e-hivatást választók alacsony száma. A Jó Pásztor vasárnapján, a papi hivatások világnapján az új papi hivatásokért is imádkoznak a hívek. Krisztusban szeretett testvéreim, az aratás ugyan sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szoktuk idézni Jézus szavait ezen a mai napon, a hivatások világnapján. Jézusnak ezek a szavai talán még jobban megérintenek minket. Ja, bocsánat, a foglalkozást kérem, hogy aki alsósok, mehettek oda a kis terembe, jó? Tehát nektek ott azért érdekesebb dolgokat fog mondani Zsófi néni, mint amit én mondok nektek. Úgyhogy nyugodtan alsósok mehettek, jó? Szóval talán megérinti a szívünket még jobban Jézusnak ez a kijelentése, hiszen a magunk bőrén tapasztaljuk azt, hogy kevesen vagyunk mi papok. Talán a városokban nem annyira érzik a hívek ezt a bőrükön. De például ugye most voltam Dunaszekcsön, ott is elmondtam nekik, hogy hát bizony ők megérzik. Miután nyugdíjba ment János atya, az utolsó plébánosuk, Bátaszékhez tartoztak, most hozzánk tartoznak, és egy kicsit ilyen úgy érzik magukat, hogy se ide, se oda, pedig a lényeg az, hogy ahogy Jézus mondja, hogy egy akol és egy pásztor van, hogy mi mindannyian a pásztor és a juhok is együvé tartozunk. Csak hogy érezzük az arányokat, amikor a II. Világháború után, 1950-ben a szerzetes rendeket feloszlatták, ugye kitették az utcára a szerzetes papokat, akkor a papok elhelyezkedtek az egyházmegyéknél, és itt a Pécsi egyházmegyében is 450 pap volt 1950-ben. Most eltelt ugye 70 esztendő, és most vagyunk 60 és 70 között. Az idén ugye már 3 papot is eltemettünk, tegnap Bátaszéken a Herendi János atyát, és úgy elgondolkodtam azon, hogy igazából egy másik nyugdíjas atyát januárba, aztán Covid-ba elhunyt középkorú atyát, tehát hogy ha így fogyunk, a másik oldalon meg nincsen növekedés, akkor mi lesz velünk? Ugye négy kispapunk van összesen a szemináriumban. Ezért nagyon-nagyon kell nem csak imádkoznunk azért, hogy küldjön a Jóisten papokat, hanem meg kell teremtenünk azt a milliót, ahol a Jóisten meg tudja szólítani, és igen tudnak mondani. Hát én emlékszem, gyerekkoromban ugye 4 évesen ott volt egy újmisés pap majdnem a szomszédunkban. Tehát én úgy néztem fel rá, mint egy félistenre, azért, mert a családban is, meg a faluban is tisztelettel beszéltek róla. Ezért szokták is mondani, hogy az a falu, vagy az a város, ahonnan nincsen papi hivatás, ott azoknak a híveknek egy kicsit önmagukba kell nézni. Mert lehet, hogy azért nincsen, mert mi folytjuk el. Hát belegondoltam abba, hogyha én a környezetemben azt hallom, hogy a papokat szidják, hordják, hát akkor dehogy akartam volna én pap lenni, hogy engem is szidjanak, hordjanak. De mivel azt tapasztaltam, hogy a papokat szeretik és tisztelettel néznek rájuk, ezért én is igent mondtam a hívó szóra. Testvéreim, ugye itt Mohácson is 25 évvel ezelőtt volt utoljára új mise Vigand István atya, az idén ezüst mise is innen is
nagyon szeretném kérni, ha itt is tartana ezüst misét. Én próbáltam vele beszélni, de hát, hogyha az anyukájának a közben járó szava majd elintézi. Hiszen együtt tudjunk örülni annak, hogy innen is szólított el az Isten olyan embereket az ő evangéliumának hirdetésére, akik igent mondtak. Tehát az Úr Jézus kiválasztja az apostolokat, hatalmat ad neki, küldi őket, és azt mondja, hogy úgy küldelek titeket, mint a bárányokat a farkasok közé. Jézus nem árul zsákba macskát. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. És ezért, testvéreim, mi papok, akik az apostolok nyomán az Úr Jézus evangéliumát hirdetjük, ugyanezt éljük meg. Ugye mi úgy szoktuk mondani, hogy a pap alter Christus, másik Krisztus. Krisztus személyében működik. Tehát amikor itt a Szentmisén, a Szentmise áldozatot bemutatjuk, akkor a pap bőrébe bújik szinte Jézus, mert mit mond a pap? Ez az én testem. Jézus nevébe mondja. Ez az én vérem. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Aztán nálunk katolikusoknál még egy óriási nagy értékünk az, hogy Jézus Péterre alapította az ő egyházát. És azt mondta, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat. Miért választotta pont Péter? Mert ő volt a legjobb, a legszebb, a legokosabb? Nem. Hanem azért, mert Péter igazán ember tudott lenni. Igaz, hogy megtagadta az Urat, de utána keserves sírásra fakadt, és kifejezte Jézus felé szeretetét, Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy megtagadtalak, de én szeretlek téged. És Jézus ezt kéri tőlünk is. Fejezzük ki a szeretetünket feléje, és egymás felé. Hát pont tegnap a temetés kapcsán jutott az eszembe, hogy hányszor esünk bele ebbe a csapdába, hogy egy embert akkor kezdünk el igazán szeretni vagy értékelni, amikor már meghalt. Ugye szokták mondani egy kicsit szarkasztikusan, hogy a jobb pap az előző, a legjobb, amelyik meghalt. Pedig milyen jó lenne, ha életünkben tudnánk kifejezni egymás felé érzéseinket, szeretetünket. Ugyanez van a családban is. Ha egy férj és feleség életében nem fejezi ki a másik számára az, hogy én szeretlek téged, akkor utána a temetésen már hiába sírdogál. Az már elmulasztott idő. Ezt kell tennünk, testvéreim, akár az egyházban, akár a családban gondolkodunk, hogy tudjuk kifejezni azt, ami a szívünkben van. És visszatérve a jó pásztorhoz, Jézus a jó pásztor, akinek a szavát közvetíti a pap. A pap elsődleges dolga valóban az, hogy az üdvösségre segítse az embereket, de igenis, testvéreim, feladata az, hogy felhívja a figyelmet a hívek számára akkor, ha látja, hogy jön a veszély. Ezért néha egyesek szeretik félreérteni a papnak a szavait. Tulajdonképpen nem hallják meg belőle azt, amit kellene. Ugye megszoktuk azt, hogy a kommunizmusban azt mondták, hogy a templomba kell hinni, meg a pap imádkozzon, és utána fogja be a száját. De a pap, mint pásztor, felelősséggel tartozik a rábízottak felé. Ezért, ha a pásztor látja azt, hogy ott van az a bizonyos szakadék,
és ha nem figyelmezteti a rábízottakat, tőle kérik számon. Ha figyelmezteti, de mégis bele akarnak ugrani, akkor már az nem az ő felelőssége. Tehát nincs igaza annak a felfogásnak, hogy a papnak a feladata csak az, hogy a templom falain belül imádkozzon. Igazából a kommunizmusba akarták, és valamennyire sikerült is az egyházat sekrestyébe zárni. De volt nekünk egy igazi jó pásztorunk, Mindszenty József bíboros úr, aki abban az időben lett bíboros, amikor nagyon nehéz idők jöttek. Amikor ő ki tudta mondani azt, hogy én állok Istenért, egyházért és hazáért. Most a karantén alatt volt időm, és eszembe jutott, amikor így készültem a mai napra, hogy megnézzem a róla készült filmet. Ez 1994-ben adták, játékfilmről van szó, két részes, és az a címe De Victus Vincit, vagyis Legyőzve győz. Megnéztem mind a két részt, és gondoltam, hát megosztom én ezt a Facebookon, hogy az idősek, akik tudják, miről van szó, azok felevelenítsék a eddigi tudásukat. A fiatalok, akik nem tudják, hogy mi volt, azok meg megtudják. Meg akartam osztani, és én most tapasztaltam először azt, amit hallottam eddig. Azt írták ki, hogy a tartalom miatt nem megosztható. Na, ha én valami maladságot akartam volna megosztani, az biztos meg lehetett volna osztani. Az hadd terjedjen. Na, gondoltam, jó van, majd Messengeren. Elküldöm ennek, annak, amannak. Ugyanúgy betettem Messengerbe, szintén nem megosztható. Aztán tegnap ugyanezt elmondtam a zárdába, és este jött egy válasz nekem, hogy sikerült nekik elküldeniük nekem Messengeren. Reggelre meg jött a másik, hogy sikerült rátenni a Facebookra. Én meg is osztottam, de a nyilvánosra nem sikerült, azt nem engedte. Úgyhogy ha valakinek lesz ideje, és szeretné megnézni ezt, akár így, hogy a Facebookon keresztül, akár megjegyzi ezt a De Victus Vincit, beírja, és meg tudja nézni, mert ő valóban jó pásztor volt, aki nem volt hajlandó feltett kézzel mindent odadni, hanem ki tudott tartani. Ugye milyen óriási dolog volt az, hogy karácsony másnapján elfogják, édesanyja ott van nála, este történik ez természetesen, kisfiam, hova visznek, öleli át, aztán elviszik ahol fogva tartják, ütik, verik, és alá akarják iratni vele a hamis tanúvallomást, aztán elítélik, aztán ugye jön a forradalom, aztán az Amerikai Egyesült Államoknak a nagykövetsége, ott volt 15 évet, és aztán végül kiengedik a magyar hatóságok, hogy menjen nyugatra, és amikor megy el, akkor mielőtt átlépi a határt, letérdel, és megcsokolja a magyar földet. És utána ő a világban élő magyaroknak lett a lelki gondozója, püspöke. Mária Celben volt eltemetve, amikor ott voltam először, ott a sírjánál, hát egy kis zarándok hely volt. Aztán 1991-ben hozták haza, mert azt kérte, hogy amikor majd a Vörös Csillag lekerül a parlamentről, akkor hozzák haza a holttestét. Imádkozzunk azért, hogy őt a boldogok között tudjuk tisztelni. Testvéreim, minden szomszédos országban, volt szocialista országban, mindegyiknek volt egy ilyen majdnem vértanú vagy vértanú bíborosa. Ezek adják nekünk az erőt,
hogy mi most is tudjunk küzdeni azokkal szemben, akik bárány bőrbe bújtatott farkasként támadnak bennünket, a liberalizmus szelleme, akik megkérdőjelezték az Isten, megkérdőjelezik az egyházat, és itt van terítéken a család, megkérdőjelezik a családnak a létét, az anya az apának a szerepét, a megszólítását. Ezekért nekünk küzdenünk kell, mégpedig mindenki a saját környezetében azzal, hogy éli a normális keresztény életét, és gyermekeit próbálja így nevelni, hitben, hazaszeretetben és a családi értékek megtartásában. Mert testvéreim, a hivatások világnapja nem csak a papokat és a szerzeteseket jelenti, hanem jelenti az anya és az apa hivatását, a szülői hivatást, az életnek a szolgálatát, hogy azt valóban meg tudjuk élni, és tovább tudjuk adni, hogy meg tudjunk maradni itt a Kárpát-medencében. Amen. Kedves nézőink, ennyi fért áprilisi utolsó magazin műsorunkba. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órától ismét várom Önöket, addig is a viszontlátásra.